Sziasztok, sziasztok, George Boy vagyok. Na, itt vagyok, hello. Játszunk még. Még, megint, most, bármikor. Mortal Kombat 11-ezzünk. Nem tudom, hogy mit csinálj benne. Mert. A story módot már végigvittem, sajnálom. Ne üssetek meg. De van nekünk klasszik tornyunk. Végigviszünk egy klasszik tornyot, ha belefér az időbe. 1, 2, 3, 4, 5 ellenfél. A végén a kiválasztott karakterrel kapunk egy befejezést, amit nem fogunk érteni úgyse. És aki most azt kérdezi, hogy miért nem beszélünk a Mortal Kombatról, hát mindenki tudja, mi ez a Mortal Kombat, ugye? Már aki itt van, azt tudja. A kedvenc karakterem. Nemrég jelent meg. Nightwolf. Ő az egyik kedvenc Mortal Kombat karakterem. Vele vigyük végig ezt a tornyot. Aztán lehet, hogy a Kano-val kéne. Ő a másik kedvencem. Nem a Scorpio meg a Sub-Zero. Nem. Nightwolf meg a Kano. Medium. Szopjunk egy kicsit. Olyan szar vagyok a Mortal Kombatba, hogy azt el se hiszitek. A tipikus gomnyomogatós ember vagyok, tehát mindjárt meglátjátok. A brutalitiket azt nyomatni fogjuk, jó? Azt a milyen Sub-Zero! Ugye itt már lehet a karaktereket skinnel felvértezni. Halló? Halló? Na nézzük. Már rég játszottam vele, úgyhogy nem tudom, megy-e? Megy az! Hát megy az! Tehát semmi gond nincs. Neki is megy. Mondom, én nem tudom. Na. Hey. Köhögött egyet. Ó, azt nem tudom, hogy csináltam. Igazából csak az L1-et nyomogatom, és akkor csinál egy ilyen ilyen ütést, ami jó néz ki. Jaj. Arról tűnik, hogyha az ellenfél életerre jelen megy már addig, ahol látjátok, hogy van, be tud vinni egy ilyen különleges kivégzést. Várjuk meg, még mi is be tudjuk vinni. Megmutassam, Nightwolf mit csinál? Hagyjuk magunkat. Gyere rám! Így kell ezt csinálni. Csukd be szemed. Végezzük ki? Meg kell néznem a kivégzést, várj. Oké, a könnyebbiket. Le-le-le, Karika. Közelről, oké. Szemeket becsukni. Mert nekem szellem és totem állatom van egyaránt. Egy medve meg egy farkas. A lényeg, hogy győztünk. Ilyenkor kapod az XP-ket, meg a nem tudom miket, meg a pénzt, nézd meg mennyi pénzem van. Van benne olyan játékmód, ahol ugye csak sétálni kell és ládákat nyitni, szerinted mennyit nyitok belőle? Jó sokat. Csak nem adna semmit. Ott is csak ruhákat ad meg, kiegészítőket. Ó, ne, hát jön a kedvencünk? A kedvencünk ellen. Kano! Gyere, Kano! Lehet használni itt is segítségeket. Ilyen különleges cuccokat, de most még nem kell. Ő Kano. Csak neki is a fiatalabbik kinézete van most felrakva.
Becoming Nightwolf made me whole. I could have made you bloody rich. Round one, fight! Gyere! Na, ezt nem tudom, hogy csináltam. Nem mész te sehova. Próbálj engem bevinni majd egy brutalicit. Az előbb is így jöztem le a Sub-Zero-t. Ott a farkasz. Na, próbáljunk bevinni egy brutalitit. Jó? Ó, tesó, hát ezt nem így kell. Na. Na. Ide figyeljél. Ez nem így megy. Most ha brutalitát akarunk bevinni, akkor ezt nem így kéne csinálni. Oké. Így játszunk. A felütés az megy. Meg ez. Na most figyelj, brutality! Mondom brutality! Ott van. Ez a legkönnyebb brutality, amit be tudok vinni. Kaptam egy ikont, ezt is be lehet tenni, ha akarom. Ilyen kis ikonnak a nevem fölé, de nem tesszük most be. Eleget killottam én. Már az életemben. Azért nem tesszük be. Ó, jön a legszemetebb karakter a játékban. Az egyik legszemetebb karakter a játékban, természetesen. A gyűjtő. Négy keze van. Jó lehet neki. Your Nightwolf talisman will be mine, azt mondja. Te nem vagy matokai. Nem érdekelsz. Megvárlak, ez a lényeg. Nem veszte meg itt, most lehet challenge-eket csinálni és kapok pénzt, de leszarom. Mert ez egy... Úgy beszél, mint a nem tudom mit. Ó, kinyitottam egy sast. Akkor sasom is van, nem csak fálkaszom meg medvém. Figyelj! Na. Ilyet nem játszunk, ilyet nem... Szóval, ott tartottam, hogy ilyet nem játszunk. Kivédte a Fatal Blow-t. És beviszi ő! De csak egyszer lehet elhasználni a meccs közben, úgyhogy még jó. Elvárta a torkomat, de figyelj, még felkelek. A Matoka klán felé lesz. Na. Na. Pedig jól ment. Nem tudok hozzád vágni valamit itt a tájból. Hello. Valamit kitépett belőlem.
Valamit bedug, belém dobott. Na, 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 állj már le, nézd meg, négy keze van, bazd meg. Itt egy csont, azt tedd el zsákodba. Na, ez már nem tetszik. Nyakon lőttem. Ezzel most szerintem semmire se fogok menni. Na, jaja. Na, a lényeg, hogy ő már bevitte, úgyhogy... Azzal csak jól járunk. Ne, 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 ne! Hú! Nyertem. Ez szoros volt. Nyertem. 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 Szoptam. Scorpio! Gyere ide! Get over here! Remélem nem fogja kimondani. Na akkor beszopjuk. Itt van a mester! Here with more sanctimonious advice. None today, Scorpio. That is for the best. Amúgy mindig van néha egy-két jó szavuk egymáshoz, de most nem fogom fordítgatni. Ki mondta? Na, ilyen egy majdnem flawless győzelem. Ott egy bomba. Ott van még egy bomba. Nem játszunk ilyet. Na, 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 na. Buzi-e vagy? Nem tudom, hogy csináltam ezt. Van neki fatal blója, azt nem tudom. Benevid! Benevid! Mondom, nem viszed be! Nem viszed be! Ott a finish him. Hú, nézzük meg a másik finishert, ha be tudom vinni. Hátra, előre, háromszög. Hátra, előre, háromszög. Nézd! Nem vagyok hülye, csak fáradt. Jelezném. Na és jöjjön akkor a játék főgonosza, Krónika. Az időistene. Őt kell szétverni, vagyis először ő fog minket szétverni, vagy kétszer-háromszor, még a játék meg nem sajnál. Mert igen, a játék néha meg sajnál. Figyelj, mindjárt már jön. Már várt ránk. Az idő. Istene már a homokórát simogatja. Kitöröl minket a történelemből. Itt az idő meghalni? Köcsög vagy, asszony? Ezt csak úgy lehet megütni. Ezt esküszöm, hogy csak így lehet megölni, ahogy most csinálom. Ezt máshogy nem lehet. Nem lehet őt megfogni. Szart se lehet vele csinálni amúgy, csak jelzem. Mikor egy... És akkor küld egy másik ellenfelet. Ezt már meg lehet fogni, ha engedik. Porrá vár. Igen, mert már egy pár karakterrel végvittem, csak még a Nightwolf-al nem. Nézd meg, mit csinál! Nem fogsz te engem! Azért beszarnék, ha elsőre sikerülne! A sok felütés. Na látod?
Itt adok! Ja, ide küldi Jade-et, az nem jó. Hát a Jade az köcsörög. Fogd meg! Jó. Visszamentünk a Dino korszakba. Ez most elvisz minket az űrbe, figyeld. Felütés! Nem tudom, mit csinál. De felütés. Ne, állj, nem tudom bevinni fatalból se neki amúgy. Együttés, megvan. Anyád valagá. Nem sajnálom. Ez ilyen végső állomás kivégzés. Nyertem. Mielőtt Nightwolf voltam, az volt a nevem, hogy szürke felhő. Nem bíztam a felmenőimbe. Kano kiutat ajánlott. Azt mondta, gazdag leszek, hogyha odaadom neki a családomnak a relikviáit. Elloptam a családom relikviáit. És rájöttem, hogy csak magamat akarom menteni. Először megvédtem a családon. Kano ennek nem örült. Kano majdnem megölt. De ahogy feküdtem, jött egy cellám, és belém szállt. És így lettem Nightwolf, a Matoka klán védelmezője. Ezt most úgy elfordítottam nektek, hogy csak most, hogy legyőztem Krónikát. Nem tudom, mit évő legyek. Most én leszek az idő védelmezője. Most az idő védelmezője legyek, vagy a klánom védelmezője. Mindig a szellemek mutatták az utamat. Azt mondták, hogy kezdjem előről a történelmet, változtassam meg. Végül úgy döntöttem, hogy még nem születik egy új Nightwolf, addig védelmezem a Matokát. De végül... A végét már csak mondtam fejből szerintem, hogy szerintem mi van. Lényeg, hogy jött egy új Nightwolf. És vége. Kösz. Mindig beadja ilyenkor a kreditszet. Gyors voltam. Jó volt? Nem. Köszönöm szépen. Kapsz cuccokat, amiket fogalmas is mire lehet használni némelyiket. Itt a kriptában lehet nyitogatni dolgokat. Lehet simán harcolni. Van AI harc, ez kurva nagy. Kiválasztasz három karaktert, már ha tudok. Kiválasztasz három karaktert, és egy a világon valahol máshol lévő ember három karakterével fog harcolni a gép, nem te. Megnézzük, hogy tudok-e vagy ott ilyet játszani? Tudok, válaszunk ellenfelet. Itt van egy egyes szintű emberke. Aránya az 7 győzelem, 4 vereség. És akkor az én karakterim az... Shang Tsung, a lelked az enyém, Noob Saibot és Kabal. Ez a hármas legyőzhetetlen. Az ő emberei pedig Kabal, Sub-Zero és Scorpio. Támad meg. És akkor ilyenkor én csak nézem. És fel is tudnám gyorsítani. Felgyorsítson a játékot. Megnézzük, hogy ki nyer. Egy ilyen még belefér az időbe, azért mondtam be. És ilyenkor én nem játszok, hanem ez ilyen fogadásszerű. Tehát mint a csirkeharc, tudod a tanyán, hogy ki nyer. Na, én vagyok az elegember. Nem néz ki jól. Már most nem néz ki jól. De így fel lehet gyorsítani, hogy ne szenvedjél sokat.
Oké. Okay. Ilyet se láthatok Mortal Kombatba. Király. Meghaltunk. 1-0 neki. 1-0 neki. 1-0 neki. 1-0 neki. Na nézzük, hogy vissza tudom hozni. Ki jön? Na most én vagyok a Luke Sebiosztali a Skorpióval. Ez nem jól néz ki. Na, nem ki, nem igaz! Na. Ne, mit ebbe? Jó, király. Megint nem ütte be. Itt vagyunk. Igen, egy ütés, tesó. Egy ütés. Kapja be a haszmat. Kikaptunk. Ez csak ilyen időkitöltőnek. Mert Mortal Kombatban csak verekedni tudsz. Meg öltöztetni a karaktereket, amiknek szerintem semmi értelme. Csak annyi kihasználják az embereket, hogy vegyenek cuccokat. Na mindegy. Ha akartok még ilyen tornyot, esetleg valakit érdekel, esetleg valaki néz engem, akkor, ha akár tornyot, hogy vigyem végig, akkor írja meg, hogy melyik karakterrel vigyem végig azt a klasszik tornyot, amit most vittem a Nightwolf-fal. És ide bemegyünk, választunk egy karaktert, és megnézzük, hogy mi lesz a vége. Viszont, hogyha nem ér senki, akkor tudjátok, mikor jelentkezünk? Majd, ha ott fent látjátok? Lesznek vendégkarakterek a játékba, és én a Terminátort nagyon szeretném megvenni. Úgyhogy a következő torony, hogyha nem akar senki semmit, akkor az a Terminátor lesz. Hogyha a Terminátornak lesz tornya, amit meg lehet csinálni story módba. Na jól van. Ez egy ilyen gyorsan összerakott, összekapott, szétkapott cucc volt. A lényeg, legyetek jók. Nem tudom, hogy lesz-e még videó. Ezt nem fogom elmondani mindegyik videó végén. Lesz videó, oké? Okay? Valamivel készülök nektek. Annak egy kis előny, aki most idáig a végéig eljutott. Until Dawn.